Kedves nagybácsi, te komolyan azt hitted, hogy egy baseball ütővel majd távol tarthatsz? Hogy akkor majd nem jövök ide többet, akkor majd távol maradok ettől az egésztől? Még igazad van, miért is hittél volna más, mikor már az első egy hónap után azt hitted, hogy engem itt soha többet nem fogsz látni? Eltelt 5 év, Dávid, és ott tartunk, hogy most megint sikerült neked meglepetést okoznom, és végre elcsesznem valamit a te mesterkélt világodból, és végre valami nem úgy sikerült, ahogy te szeretted volna. Fáj mi? Fáj mi? Mint hogy nekem fájt, hogy 5 éven keresztül tiportam magam érted, minden eredmény nélkül. Remélem, hogy úgy fáj neked is. De tudok még pár olyan dolgot, ami jobban fog fájni, mint ez, ami az áttörésen történt. Tudok még pár dolgot, Dávid, hiszen már nem neked van hatalmat fölöttem. Nem. Szerintem most én vagyok az, aki végre sikerült a te fejedbe belekerülnöm, és ott is fogok maradni. Egészen addig, ameddig belőled nem marad más. Amit szeretnél, gyere ki, hogyha szeretnél tőlem valamit, mert én itt vagyok. És itt is leszek. Nem fogsz soha elpusztítani, Dávid. Szóval küldött egy üzenetet a nagybátyának, és erre megérkezik a Budapest Bastards. Renegédés Negro, Renegédés Tamás, és Architektor ebben a szituációban könnyen bajba kerülhet. Renegédés Negro, minden rossz hírt jelentettek szinte mindenki számára, akik így szembe kerültek velük. Látom, nem mertél egyet írni, és hoztad a pincsit. Ez az menő, igaz, Árpi? Ez a te nagy pillanatod, a nagy időszakod. Elcsesztett a meccsünket az áttörésen, és elvesztettük a tag team bajnoki jöveket, és mindezt kinek köszönhetjük? Árpi Tysonnak. Szívesen. Úgy érzed, hogy nagyon menő vagy. És úgy érzed, hogy végre fájdalmat okoztál, végre tudtál csinálni valamit, ami elér. Hogy mondjak el neked egy-két dolgot, Árpi. Első és legfontosabb dolog. A legnagyobb lúzer vagy, aki valaha kötelek közé lépett ebben a szakmában. Ami ennél... Ami ennél szomorúbb. Az a fajta lúzer vagy, tudod, aki mindig valaki mást okol. Hogy 5 éven keresztül Árpi Tysonnak nem jött be a nagy áttörés, az kinek köszönhető? Nyilván nekem. Az a baj, tudod, hogy abban igazad van, hogy a módszereink megváltoztak, és hogy már nem válogatunk. Mert amíg meg akartunk felelni itt bárkinek, addig nem értünk el úgy igazán belül mi sem semmit. De most szabadok vagyunk. Most megtehetünk bármit, Árpi. És amíg mi birtokolni fogjuk az összes övet a HCV-ben, ami létezik, addig te, aki mindig mást hibáztat, aki lemegy az első pofontól, ez vagy te. Te ez is maradsz. Te egy igazi senki vagy, Árpi. Egy senki egyedül van. Az lehet, hogy lementem az összes pofontól, de én minden egyes alkalommal fel is keltem, Dávid, és lehet, hogy nem én vagyok a legnagyobb, a legerősebb vagy a legszebb, de egy dolgot senki nem vehet el tőlem, az az, hogy mindig itt vagyok, és az nem miattad van, hogy nem a kis pincsid miatt van. Itt vagy, és egyedül vagy! Nem, nincs egyedül. Biztos vagy te? Nincs egyedül!
összes Nitro gyorsan bele is nézett egy KO punchba. És már pihen. Az erőviszonyok drasztikusan változtak, és Nitro repül a regéd után! Elpításon nincs egyedül! Van egy ezüst hátulja! Mondhatjuk, hogy kiegyenlítődtek az erőviszonyok? Szerintem megfordultak. És a Renegade és Nitro meg is gondolják magukat. Nem akarnak szembenézni Makai Renátóval. Óhe, adjad már! Te is csak a neved ismétléséhez tudsz érteni. Így kell le, figyeljé! Ne nézz így rám, tudod, hogy hozzád jöttem. Ajaj, Vilmoskám! Húzzunk innen, de gyorsan! Ezek itten mindjárt szerelmesek lesznek. Az én nevem Gulyás Vilmos. Hát, ja. Ezt sose fogom megszokni. Mert figyelj, nem akarom túlragozni, oké? Okay? Az a baj, hogy azt hiszed, hogy ismersz. Viszont az igazság az, hogy egyáltalán nem. Nem az a kisrác vagyok, amikor ide kerültem. Nem akarok elbújni nevek állarcok mögé. Főleg nem, ha veled vagyok. Úgyhogy kis apróság, de hoztam valamit. Ez a tiéd. Nem gondolom, hogy ez egy jó ötlet. De nagyon szépen köszönöm. Hát figyelj. Ha azt hiszed, hogy jó ötlet, akkor majd tudod, hogy hol találsz meg. Hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit! A jelmondatot már ti is tudjátok! Ha hétfő, akkor HCV Underground! A ma esti mérkőzésen ugyan nem került terítékre a Revolution Earth, de a bajnok megtisztelt minket jelenlétével. Először viszont bemutatnám a kihívót. Tőlem jobbra a HCV Akadémiából egyenesen. Hölgyeim és uraim, fogadjátok szeretettel Kristóf! Vele szemközt pedig a HCV jelenlegi Revolution bajnoka, maga a forradalom, Tihanyi Péter! Mielőtt ez a mérkőzés elkezdődik, mindjárt egy dologra fölhívnám a figyelmet, Tihanyi Péter fogja a nyakát, és az nem véletlen, András. Igen, áttörés óta nyaksérüléssel szenved, ennek ellenére vállalta a mai mérkőzést. Kíváncsian várom, hogy hogy tud teljesíteni. A HCV első bajnoki cím első számú kihívó jogáért vívott baszlóvójában rásérült a nyakára. Ennek ellenére most elgitt van Kristóf ellen, és mit jelenthet egy ilyen fiatalnak, mint Kristóf, egy ilyen mérkőzés a Revolution bajnok ellen? Tanulási lehetőséget mindenképpen, nem? És már egyből is látjuk, bocsánat, hogy nem válaszolok, de egyből is látjuk a problémát a mérkőzés első másodperceiben. Egy sima tájapnál, egy összeakaszkodásnál. Igen, Tihanyi nem akar ilyen helyzetbe kerülni. Hogy ilyen lehetőség, ez Kristófnak, hát nyilván hatalmas, egy bajnok ellen. Hogy tudna nyerni? Ó, side headlock-nál lerántja a földre rögtön a nyak miatt, és lent is marad most a földön, Tihanyi Péter. És úgy tűnik, Kristóf ezt egész teljes módon szándékosan csinálta, és a sérült testrészre megy. Ott van a céltábla Tihanyi nyakán, és Tihanyi a földön folytatja a küzdelmet, ott nem olyan könnyű nyakra támadni az ellenfele számára. Rámegy most Kristóf lábára, de Kristóf közel a kötelekhez, és el is kapja azt. Ezt te hívd be, András, te szereted a legjobban. Igen. Saját tapasztalat, szörnyű. Tihanyi csop! És most a szaltó azért meg
van, de rögtön a nyakához nyúlt, ilyen talán túlkorán vállalta el ezt a mérkőzést. Ennek ellenére Krúdia Kristóf lábán érkezik a Double Knee-vel a meteorával. Kis helyzet, egy. Úristen! Brutális rúgás az ellenfél, gyerünk félre! Ez már kettőt ér. De nem hármat. Lehet, hogy jobban kéne alkalmazni, mint belőbb is próbálkozott, hogy földharcra viszi a dolgot. Ugyanis ő is elkezdett már rendszeresen jiu-jitsuzni, azért jiu-jitsut gyakorolni. Így van, Ikarusza űzik ezt a harcművészeti ágat, ami nyilván jót tesz az arzenájának. Kristóf felettébb agresszíván viselkedik ebben a mérkőzésben. Most viszont Tianyi rúgásai érnek célt. Beleszaladt Kristóf kalpába. Tianyi is fel van tüzelve, most viszont az ütések záporoznak rá. Kap a nyakához megint, elkapja a Kristóf a lábát. Talpra érkezik Tianyi. Hatalmas rúgást tartóra, majd a térdes is. Jussi Gorosi, le tudja győzni Kristóf Tianyit? Nem, nincs meglepetés egyelőre. Lehet, hogy nem győzte még le Tihanyit, de úgy tűnik, hogy többet fog veszíteni Tihanyi Péter ezzel a mérkőzéssel, mint akár a mérkőzés. A profi birkózók sosem ülnek szívesen a partvonalon kívül. A büszkeségük, a szívük mindig visszaviszi őket a ringbe. De látva Tihanyi Péter mostani szenvedését, meg kell kérdeznem, hogy vajon Dölcs döntő is volt-e ez részéről? Láthatóan nem. Én is nem soká vendetta, hol komoly mérkőzés vár rá. A mérkőzés vezető engedi a folytatást, az esélyt kínál Kristófnak a győzelemre, de megfordult Jani! És Kristóf is meg tud jönni. Könyökös hátra! Újra talpra érkezik! Jordan! Megvan a Jordan szuplex, és lehet a Skywalker! Betalál a Skywalker! Tihanyi Péter! A rutintalan tocsóra vendég Kristóf látta maga előtt a céltáblát, Tihanyi nyakán, megpróbált élni vele, de győzött Tihanyi akarata, győzött Tihanyi szíve. Az egyetlen kérdés most már csak az, hogy nem került-e sokba neki ez a győzelem. Elképesztő. Tihanyi Péter a nyaksérülése ellenére is tökéletesen uralta a helyzetet és a mérkőzést. Péter, egyre több követőd van, egyre magasabban vagy, szinte már a szakma csúcsát verdesed. Hogy élette ezt most meg? Hogy látod saját magadat? Kemény, Pali. És nagy felelősség. Sérülések jönnek, mennek. Ez egy ilyen szakma. Viszont azért vagyok itt, azért kezdtem el ezt az egészet, hogy a fiataloknak példát mutassak. Hogy megmutassam nekik, hogy milyen egy igazi vezető. És ha a nyakamat is törik, továbbra is ezen leszek, és megmutatom nekik, hogy milyen a helyes út. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez itt még mindig a HCV Underground! Tőlem jobbra a fiatalság képviseletében egyenesen a HCV iskolájából Ákos és Ádám, a T-School! Velük szemben pedig a HCV korábbi bajnoka, Makai Renato és Arby Tyson! Felettébb érdekes felállás van most itt előttünk, András. Arby Tyson már nagyon régóta nem birkózott a HCV ringében.
Igen, sajnálatos módon volt két egymás követő válsérülése is, de pont mai nap beszéltem vele. Összefutottunk, és azt mondta, hogy hetek óta szuper a válló, úgyhogy üdv ismét megfogok ráti. Valószínűleg van én a hűkös válló, de mellett van egy ezüst tartóra is! És a tartóról lepattan Ádám! Ugye a Team School korábban már többször is találkozott Makai Renátóval, és miért azonban a hűkösben nem volt jó vége! Láthatóan most sem számíthatnak semmi jól a srácok. Renátó olyan, mint egy út henger! És most már is tusra megy! És nem ő a legális ember mutatja a mérkőzés vezet. És mondja Árpi is. Éppen ezért nincsen tuskísérlet, a legális ember, Renádám. Renátó majdnem neki megy a bírónak. Azt mondta neki, hogy menjen ki a ringből. És Árpi Tyson az, aki megpróbálja lecsillapítani Makai Renátót. Ugye az elmúlt hónapokban Makai menedzsereként láthattuk Árpi Tysont, ez a mai este egy új szerepkörbe hozza őket, csapattársa! És most Ádám! Alapos hatalmat minden Árpi Tysonnak! Ádám hívja Ákos, valami közös mozdulatra készül. És ezzel Ákost is lehet a méről. Ott van a jobban, Sharpie Tysontól. És egy atomic drop. Jöhet a folytatás. Shoulder tackle, bal támadás. És Sharpie Tyson, aki mindenki előtt megmondta az igazat a renegét valódi szándékairól, most beváltja Makai Renátót, a HCL korábbi bajnokát. Pusztítás! Mert ezt nem lehet mások nevezni, szóval a pusztítás folytatódik a Team School-ra nézve. Csinálsz, hogyha ott állsz a ringben és szembe jön veled egy ilyen ember, mint Makai Renátó? Hát, figyelj a ringből, leginkább, ahogy csak lehet. De nem elegendő, hogy a Team School ismét kiáll Renátó ellen. Mindent is szeretem az övék. Újra és újra megpróbáljuk! F5-ra megpróbáljuk, de megúszta a ringben! Másodról, csinkról, lehetőség! Halálos jobbossal. Hát az utolsó pillanatos volt. Lehúzzák a felső kötelet Makai előtt! És most Ampriti erre készül. Ádám, nincs meg! Betalál a Big Boot, és ott van a KO Punch! 2-3, innentől egyetemes! Hölgyeim és uraim! A mérkőzés győztesei, Makai Renátó és Árpi Tyson! Nem hiszem, hogy sokan számítottak rá, de természetesen nem szakadt meg a Team School rossz sorozata Makai Renátó ellenében.
az ezüst hátú és R.P. Tyson menedzsere csapattársa a győztesek útján. R.P. Tyson hosszú idő után tért vissza a ringbe, és ezúttal már nem mint menedzser, hanem mint Makai Renátó tag team partnereként. Érkeznek, és elmondják a véleményüket arról, hogy a Bastards vár rájuk a Vendettán. Nagybácsi, eljövünk érted.